Érkezik a rendőrségi helikopter a nyíregyházi repülőtérre. Hétfőn délelőtt indult a parlagfűvel fertőzött területek légi felderítése a megyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jellemzően homokos talajadottságokkal rendelkezik, ezért ez az egyik legparlagfűvesebb térség az országban. Ezen belül is Nyíregyháza, Balkány, Nyírbátor és Máté-Szalka területe fokozottan érintett. 2019-ben kiemelkedően nagy számú fertőzött területet találtak a hivatal munkatársai. 125 területet vettek föl, amely 245 helyrajzi számot érintett. Ezzel kapcsolatosan 115 közérdekű védekezést rendeltünk el, 230 esetben szabtunk ki növényvédelmi bírságot, amely olyan 3.900.000 forint értékű bírság tétel volt, valamint a költségek megtérítésére is köteleztük a gazdálkodókat, amely 435.000 forint értékben volt. A tavaszi időjárás csapadék szegény volt, így nem kelt és csirázott gyorsan a növény, és a virágzás is később kezdődik, ezért idén kevesebb parlagfűre számítanak a szakemberek. A szárazföldi felderítés folyamatos, már a virágzás előtt elkezdik a munkát a földhivatali gazdászok. Ezzel a módszerrel idén eddig 13.000 hektárt vizsgáltak át. Az átvizsgálás eredményéről hivatalosan értesítik a gazdákat. Úgy gondolom, hogy együttműködőek a gazdák, hiszen azért itt a bírságolás eszköze az megvan, tehát hogyha nem kasszál, akkor közérdekű védekezés keretében mi gondoskodunk arról, hogy a fertőzöttséget megszüntessük. Ez egy önmagában egy visszatartó erő, tehát általában a felderítést követően, ha kimennek a tesítések, akkor saját maguk elvégzik a gyomnövénynek az írtását, amennyiben nem, akkor közérdekű védekezés keretében mi. Ugye itt a bírság összeg a terület nagyságától függően 15.000 forinttól 5 millió forintig terjed, ez egy kellő visszatartó erő. Az igazgató hozzátette, a cél nem a bírságolás, hanem hogy agrártechnikai és egészségügyi okok miatt megelőzzék a gyomosodást, vagy ha már bekövetkezett, mi hamarabb megszüntessék. A helikopteres felderítés kedden folytatódik, így két nap alatt az egész megye területét átvizsgálják a szakemberek.